Szevasztok gyerekek, Henrik vagyok. Ez egy remote play lesz. Nem mutatom, hogy kell Vitát PS4-gel összecsatlakoztatni. Sziasztok. Itt mutatom, nagyjából lássátok. Kicsit hátrébb teszem egy kicsit a kamerát. Így jól is lesz gyerekek. Remélem hallotok. Minden. Lássátok, hogy nyomom. Mutatom a tárhelyet a PS4-en, gyerekek, lássátok. Ott van minden. Wi-Fi-t be kell kapcsolni elsőnek, azt láttátok az elején. Aztán úgy rámentek a PS4 csatlakozásra. Ott írja, hogy remote play. Jól mondom? Ugye, Geri? És akkor úgy várni kell egy kicsit, még csatlakozik. És itt mutatom a menüt a PS4-nek, lássátok. Ez PS Vita, és így csatlakozunk PS4-re. Kijelzőként használja a PS4-t. Igen, meg van osztva, így van. Faszom. Jaja. Elég pixeles vagyok. Hang le van véve, egy játékhangot hallottok, ilyen lövöldözést. Az a Blacknek a hangja. Azt tettem be valami háttérzal. Spider-Man lesz játékban indítva. Geri, add már ide, légy szíves, tokot. Mindjárt mutatom a PS4 tokot, de majd oda is bedobom a Vita alá. Lássátok gyerekek! A Wi-Fi be van kapcsolva? PS Vita, mert én kikapcsoltam. Nem csatlakozik az Istennek sem. Sikerült. Itt van, lássátok. Nem baszik, nem mozgottam a kamerát. Próbálom így egy kézzel, gyerekek, mutatni nektek. Lássátok mindjárt. Ott a videóban mutassa a játékot, amit de így lássátok szerintem. Kamerát fogok cserélni, mert nagyon pixeles vagyok. Pedig duplán tettem most a full screen-et, tettem egy fehéret alapot alá, hát ha jobb lesz. És úgy húztam rá a zöld hátteret, de így se semmi. Lássátok, 3%-on van.
Egészséged, Geri. Geri is, köszönj, ha akarsz. Itt van hátul. Nyomogatom gyerekek össze-vissza, itt a nyomom az X-et. Lássátok. Ezt kihagytam, mert volt egy PS Vita videóm gyerekek, de ezt kihagytam a videóból, ez egy ilyen bónusz videó lesz, jó? Aztán. Jó, visszatükrözik. Itt a touchpad a hátulja a Vitának, lássátok. Jaja. Gyere már, Geri, állítsd le, meg húzd ki a PS4-et. Na, ennyi gyerekek, lássát. Nagyon visszaveri a fényt ez a vitt. Odaadom az öcsémnek, leállítsa. Végignézzük a videót. Ezt az öcsém játszik itt, lássátok ott a keze, aki kicsit végnyabb. Azt ennyi. A PS4-et lehet halkabb is lett, nincs ilyen zúgás. Van a PS4-en, van külön egy, tettem egy 12 centis hátra, ami elszívja a levegőt. Meg egy ilyen laptop hűtőszerű állványt tettem a PS4 alá, ki van emelve, egy ilyen 20 centivel van megemelve a PS4 alatt a levegő. Az állvány ilyen 20 centi körülbelül. A bútorlap és az állvány között van 20 centi. Van alatt a két 12 centis, meg két 8-as. Meg plusz hátul egy 12 centis elszívó. Szóval az Istennek se tud túl melegedni. Kurva jó amúgy. Jó. PS Vita meg egyáltalán nem melegszik, mondom. Kurva jól bírja. Kamerának a hangminősége, azért nem nincs hangja most így a Vitának, mert azt levettem, mert a kamerával tudok így rögzíteni, így ha kameráról veszek, úgy mikrofonnal nem tudok. Lehet, hogy lehet, csak én nem tudtam beállítani normálisan. Biztos, hogy lehet, csak én voltam hozzá szerintem béna. És így levettem a hangot, így nem hallottok a Vitából sajnos semmit. De csak annyit akartam megmutatni gyerekek, hogy ez már nem mostani technológia, hát ez már 2013-ban is tudták, csak ezt kihagytam a videóból, gyerekek. Ez nagy baki szerintem, mert ez nagy lényeg a PS Vitának, ez szerintem ez a fő funkciója egy Vitának, hogy konzolokkal tudod így használni ki. Hát mondjuk mennyi vagy 20 méterig, mert a wifi gyenge, egy olyan jó 20 méterig tudod használni, lehet, hogy sokat mondok, van 5 vagy 10 méter. Ja. Jó,
Halka legyetek már ott hátul, videózok. Jó? Kösz. Pixelesít ez a kamera, nem tudom mi a fasz baj van. Sok minden még nem tudok mondani a vitáról, szerintem ez a fő funkció, hogy ez kurvára jó. Szerintem PS5-tel is meg lehet majd így osztani. Lássátok, egy PS4 játék, egy PS4 tudja kijelzőnek használni magyarul ezt a konzolt. Biztos PC-vel is meg lehet oldani, mert rájövök, majd megcsinálom azt is. Lassan vége. Nem tudok mit csinálni, majd lecserem a kamerát ilyen pixeles. Tetszett a videó, lájkolja, és aki még nem tette meg, iratkozzon fel, köszönöm, hogy megnéztétek, ennyi lenne ez a videó. Sokat nem tudok hozzáfűzni, lényeget szerintem mutatom így, háttérvideóba, azért egy ilyen játékkal, itt van, lássátok. Kurva jól néz ki ez a játék. Szerintem sok PC-t megszégyenít. Van egy perc, gyerek. A videóval.
ez a videó után nyomom majd a Battlefieldet, hogy egyébként. Arra is teszek fel a videót. Ennyi lenne a videó, sziasztok!